Két csapattal ismét eljutottak az országos döntőre az Erkelesek, ahol egy fiatal társaság és egy picivel rutinosabb csapat is nagyon szépen szerepelt. Mindhárom szerem fegyelmezetten, összeszedetten versenyeztek a gyerekek, felkészítőjük Nemes István elégedett is volt velük. A legkisebbek pénteken versenyeztek, ők első korcsoportba indultak, a csapatom első, második és harmadik osztályos tanulókból áll, tehát egy fiatal társaság. Nekik a versenyen kétszeren kell a kötelező gyakorlatot bemutatni, ez az ugrás és a talaj. Ők ugráson kezdtek, és nagyon ügyesen dolgoztak, itt felgugolás és homorított felugrást kell végrehajtani, volt lebegő támasz, leérkeztek a szekrénytől egy méterre, mert ezt írja elő a szabályzat, és beleálltak, tehát nagyon jó volt a kezdés, és ugyanilyen jó volt a folytatás is talajon, ahol nagyon fegyelmezetten, összeszedetten és korrektül dolgoztak. A hátrabuntfencnél mindenki kézállásba kiszúrt, a lebegőállásnál megálltak, tehát sokkal-sokkal jobb gyakorlatokat csináltak, mint amit edzésen szoktak. Ennek eredményeképpen a 9 fős mezőnyből 6. helyen végeztek, amivel én maximálisan elégedett voltam. Másnap következtek a felsősök, a 3.-4. korcsoportosok, nekik már 3 szeren kellett teljesíteni, gyűrűugrás talaj sorrendben mentünk. Gyűrűn is nagyon jól dolgoztak, ugráson és talajon is. Példaként említeni, ami a MUMUS számukra, a gyűrűn a leugrás, beleérkezés. Hát olyan gyerek is beleérkezett, aki esetleg edzésen nem olyan sűrűn sikerült neki. Tehát jó volt ott is a kezdés. Ugráson 3 és 9 pont fölött kaptak, ami egy nagyon jó eredmény egy országos versenyen. És talajon is összeszedetten dolgoztak. Végül ők is a 6. helyen végeztek, amiben szintén maximálisan elégedett voltam. Egyénibe szeretném kiemelni a piciknél Tóth Áront, aki az 50 fős mezőnybe 19. lett, a nagyoknál pedig Tóth Zalán és Horváth Gergő, aki a 64 versenyző közül holt versenyben a 20. helyen végzett. Tehát én mondom, maximálisan elégedett vagyok, és itt szeretném megköszönni a szülőknek a támogatást, akik elkísérték a gyerekeket a versenyre, buzdították őket, és segítették az én munkámat. Rendszes Botonnak a talaj ment a legjobban. Heti 2 edzés volt, és akkor, ahogy közeledtek a versenyek, egyre több tanórákból is elcsíptünk időt, és akkor úgy fel tudtunk készülni. Hát szerintem a verseny nagyon jól sikerült. Úgy érzem, hogy a talajon kicsit gyengébb voltam, azon még tudtam volna javítani, szerintem a több erőt beleteszek, de összességében szerintem nagyon jól sikerült a verseny. A gyűrű az jól ment, és az ugrás volt szerintem a legjobb. Én úgy érzem, hogy magamhoz képest nagyon jól teljesítettem a versenyen. Mennyire vagy rutinos versenyző? Korábban voltál-e már országos döntőn? Igen, voltam már országos döntőn. A tavalyi évben nem úgy ment a felkészülés, úgy nem tudtam eljutni, de szerencsére idén beleadtam mindent, és el tudtam menni.